Gerőcs Péter, a cselekményszövés nehézségei részlet. Milyen is ez a mi szövegünk? Ügyka néni ledobja a hálóköntösét a gardrób előtt, és pucéran szemlélődik, vagy az ablakon kinézve kapkodja magára a régi új ruhát, hogy saját magának se kelljen szembesülnie a valósággal. Nagyon komoly író. Az sem mindegy, hogy csak hány a vetin ledobja gönceit, mielőtt megtalálná a pillangóvá vedléshez tartozó szárnyakat, vagy előtte kimegy a fürdőszobába, és végigméri a kegyetlen igazságot. Ha utóbbit teszi, akkor akár jó ízlésünkkel paritásban van, akár hadban áll vele, bizony, meg kell mutatnunk, amit ő maga lát. De ha csak kibújik a gönceiből, talán akkor is. Jutka néni, nem Jutka néni, a viszeres lába és a lóbó keble nélkül. Érdemes azonban ismét elővennünk az együttérzésünket és a dolgok sokfélesége iránti érzékenységünket. Ahhoz, hogy Jutka néni ismét Jutka lehessen, el kell hitetnünk az olvasóval, hogy még mindig van valami, ami szép, sőt vonzó ebben a nőben. Keressük meg. Nézzük csak, milyen finom és bársanyos még mindig a bőre. Lefogadom, hogy sok férfi fantáziáját fel tudná vele borzolni. Igen, Jutka sóhajt egyet, és ebben a pillanatban ő is észreveszi egykori csillogásának ezt a távoli vízfényét, alabástrom bőri. Én most egy kissé elragadtattam magam, Jutka pillangó kisasszonyjá vedlésének a megfelelő mértéke ne legyen több, talán 3-4 rövid kebekezdésnél. Küldjük ki végre az utcára. De hová induljon? Ne feledjük, még meg kell fertőznünk, mielőtt mi körmöshözünk. Töltsön egy estét férfiakkal? Nem, az nem megy ilyen könnyen, és bár Jutka bizonyos értelemben vágyik rá, a lelke már nehézkesebben vág bele ilyen szertelenségekbe, mint 25 évvel ezelőtt. Menjen piacra? Vagy inkább keveredjen tüntetésbe? Talán elég is ennyi. Jutkát piacra küldjük, de menet közben tüntetésbe keveredik. A tüntetésnek nem kell túl nagynak lennie. Megelégedhetünk a bútorkészítők szakszervezetének morokli táborával. Ha komolyan veszük korábbi döntéseinket, akkor bizony Jutkát, ha már egyszer elkeveredett a henteshez, a fiatal férfi jó szokás szerint Jutka néninek fogja szólítani. Erre Jutkának mindenképp felelnie. Ha sértetten mordul a fiatal hentesre, hogy ő már pedig Jutka, mit képzel ez a kis taknyos, akkor az öregedés tragikumát hangsúlyozzuk. Ha kedvesen, évődve javítja ki a fiatal embert, hogy legalább amíg a csirkemájat leméri, tekintsen el ettől az idétlen nénizéstől, akkor egy szomorkás tónusú kokettálás veszi kezdetét, amely a párbeszéd időtartamán túlra nem vonatkozhat. Ha pedig Jutka ráhajol a hentes pultra, hogy tetemes mellei neki nyomódjanak az üvegnek, mutató ujját csicsörítő szájára szorítja piszeg és gyanánt, majd ugyanezzel az ujjal betapasztja a fiatalember eltátott száját, és ekkor mondja suttogva, hogy negyed csak Jutka, imikén, akkor pedig egy szexuális felkínálkozás szituációját ragadjuk meg. Mint hogy én magam már eddigre is megkedveltem a kisé magányos és szomorkás Jutkánkat, nem szívesen írnám a novella második jelenetében szexuális ragadozóvá. Inkább történjen valami más. Valami, ami a helyzet kedvességét domborítja ki. Például Imi elejti a hentesbárdot, ami egy hentestől tulajdonképpen elképzelhetetlen, de legalábbis szokatlan, így Jutka jól jár. Kapott egy önkéntelen szerelmi vallomást.